találtunk ki egy új nevet, ez itt kicsit nehéz megérteni, úgyhogy nem árt egy logó meg egy név, mint az automatikus, mint a művészkép alakja automatikus naponos rendszer értezés. Na, menjünk is tovább. Na, hát hatan vagyunk, bányászok, itt mindenki bányászik, ennek később jöttek a hátrányai, hogy nincs marketingesünk. És hát ugye arra alapoztunk, hogy mégis mit fejlesztünk, ezt gondoljuk át. Hát kerestünk egy olyan piacot, ahol mondjuk, mint az árgép nem működik el a napelemes rendszerek, vagy hatalmas a hiány. Értem az ad, hogy nem tudjuk, hogy milyen rendszerek vannak, mennyibe fog kerülni, szigetelés, mit érdemes csinálni. Szóval energetikai tanácsadó bot nem igazán van a piacon, a világpiacon is épp volt csak, talán a Project Sunroof a Google-től. És hát ugye először úgy gondoltuk, hogy majd fejleszgetünk itt a usereknek, aztán később ezt meggondoltuk magunkat, hogy ilyen az élet. És a másik az, hogy olyan benéztük a projekt idejét, fogalmunk sem volt, mi elnéztünk szembe. Nekem legalább ott volt a PhD, ami úgy húzott meg egy projektek, így adta a pénzt, de úgy gondoltuk, hogy fél év lesz a fejlesztési idő, hát másfél éve volt. Igen, mentünk tovább. És jó tanács, hogy én járva így ugye bekezdtük el a fejlesztést, most már inkább IBM Bloomix-be csinálnám. Ott kicsit praktikusabb a dolog, több a behozva mondjuk az időjárás, vagy egy más keretrendszer, de ez sem rossz. A lényeg az, hogy ne PHP-vel akarjál képpel dolgozni OpenCV-vel, mert az nem fog menni. Ezt kihagynám. A lényeg az, hogy olyan, hogy a képfeldolgozás és a nyelv a keretrendszer adott nyelvben legyen. Ja, Rambo Development, az nem jó development, úgyhogy ezt felejtsük el, ne egyedül harcoljunk a csapatba. És hamar legyen termékünk. Amit elkezdtünk még csinálni, és nagyon jó dolog, az a másnapi teljesítménybecsés naprán parkoknak, ez Kisteleken van, Magyarországon, Vegon Kft-nek, Vegon Consult Kft-től. És ez jó, mert ez segít abban, hogy ne halljunk éhen rövid távon. Úgyhogy ezt el lehet adni. Ennyi. Rögtön van igény. És ez persze segít abban, hogy menjen a rendszerünk tovább. És fejlődjön. Ugye nem csak napelempark teljesítményérezés, ez nem egy új dolog, csak mi is meg tudjuk csinálni. Hanem abban van nagy jövő, hogy lakossági rendszerekre is lehet becsülni, a mi rendszerünk által, a képfeldolgozás által. Hogy fogsz és több százan napelemes rendszert körberajzolsz, és egy profil csinálsz belőle, mondjuk az LNKS-nek, mint a legkisebb magyar szolgáltatónak is, kb. 150 ezer eurót takaríthat meg. És ez csak az LNKS. És mondjuk az elműnél ez az ilyen 300 ezer euró per év. És ezek nagy pénzek, még kis országban is. És ezt csináltuk eddig, meg még egy dolgokat. Megegy az ember a helyzet, ez egy ideális eset lesz, fel van gyorsítva. Csak Szombathelyen jól Google Maps felbontása, sehol más az országban. Azért, mert azt hitték, hogy Ausztria is lefotozták. Úgyhogy Pesten nem ilyen, ez 22-es felbontás volt a Google szerint. A Budapesten 19-es van. És hát ugye E.ON-nak is részben dolgozunk ezzel kapcsolatban, a hőszigeteléses cuccunkkal. Van mérnöki szoftverünk is, árajat készítünk, dübet számítunk, naprendszerlet, minden vackot. És ez jó, ilyen komplet kis vállalatirányítási rendszer, projektmenedzser rendszer, vállal a projekt, e-mailt, spammal, minden szartsak. Úgyhogy... És láthattuk, hogy mennyi időt térünk meg, mennyi megtérés ideje, meg lehet egy napot a napelemet is. Arra még akartam mondani, köszönöm szépen az időt, mert idő pénz a pénz, nem idő, az idő legyőzhetetlen, szóval gyorsan ugyanazt csinálni fogjuk, elveszik a Google Maps-ra a szar felbontást, ugye nincsen 3D, mint a Google Project Sunroof-en lidár. És ugye még ilyen úgynevezett ilyen roof recognition-nek hívják, és akkor elkezdünk a színekkel, HSP színskálába játszani.
illetve keresünk mindenféle árnyékképeket, azokat kaszterezzük, és akkor eldöntjük, ha fent van a góc, akkor az kémény, lent van a góc, akkor az tetőablak. És ugye az a logika, hogy a tetőre kattint a user, mint itt is. Ha nem a tetőre kattint, akkor kírja, hogy az utcára kattintottál, mert akkor összevisszál rá. Ez mondom, ennek az az előnye, hogy mindenhol működik, de kevésbé pontos. Viszont az a, de van körbe is leprajzolni a tetőt, az az alapverzióm, hogy körbe kattintjuk. Arra jöttünk rá egy tesztelgetésre, hogy userek erre képtelenek. Szóval egy válasz kell, hogy én Lajival azt hittem, hogy mindenki körbe tudja rajzolni a sárházatnak tetejét. Ez külön nem így van. Szóval egy a lényeg, hogy rákattint és valamit adjon. Valamit adjon, ami ott van. Aztán nagyjából, és majd lehet pontosítani. Igen? De ha Budapesten nem ment ki a tetőn, akkor csak én vagyok, mert én megpróbáltam, és Budapesten abszolút nem tudtam, hogy csinálni. Hát a hogyan kattintottál rá? ez itt a kérdés. De körbe kell, körbe is lehet rajzolni. Körbe is lehet rajzolni. Tök nem jött fel a házat, tehát így nem találtam a házat. Hát most megváltoztattuk már, ugye úgy van, tegnap volt. Hát akkor rajzos mező. Akkor meg lehet oldani körbörajzolást nélkül is. Az a C-verzió. Van egy olyan verziónk is, csak az nincs kint. Akkor csak tippel. Amúgy olyat is csináltunk, ez is probléma volt, hogy csak tippeljen, amit tudja megcsinálni. Nagyon soknál. És akkor nincs rajzolgatás. Hát ez nem megy. Meg amúgy ugye, hogy a lapos, van olyan lapos tető, és akkor ilyen 15 fokos bőrészeket tételezte, és SSD arról szerkezetet rakod a be 1 méteres hézagokkal, de lényeg, hogy az nem annyira a piaca volt ennek. Ugye a panelok tetejét, azt általában a kivitelezők raknak a dolgokat, meg max pályázatban, és azok úgyis körbe rajzolják. Meg ugye az alaplogika az volt ennél az egész szusznál, hogy ugye nagyon sok, ezeket AutoCAD-ben rajzolták, ezeket a telepítési terveket. Ez sok idő elment vele, hogy bemásolom a Google Maps tervet, körbe rajzolom ott a házat, és mint szóval tesz. Az is egy hatalmas lépés volt, hogy már Google Maps-be ezt kirajzolja, és ilyen BIM packaging módszerrel kirakja oda a napelemeket. Aztán a képfeldolgozás egy 20 lépés volt, ami nyilvánvalóan erősen vérzik valószínűleg a felbontás, de legalább úgy, ahogy működik. Az URL. Ez a Elise. Pont U? Aha, U, csak U. A telefonon kicsit szerint megy, de azért elhízettek. Igen? Érdemes napelemet venni, és telepítem már? Én telepítettem is. És ezzel állátot csináltam, meg állátadó programon dolgoztam ilyen cégnél, úgyhogy sokat szívtam ezzel. Szóval nem én találtam fel, hanem villamosmérnök vagyok, és ott programozgattam, és akkor innét jött az ötlet. És úgy, hát 9-10 év, szóval a megtérülés ide, inkább 9 most már. Ezzel számolja mindenki. A lakosság ezt nem tudom. Számomra nem volt világos, hogy mit szolgáltatok. A köznétnek az, hogy ugyanint az árgép, bedobja a másik céget, ő árajatot kér tőled, és hogy nekünk is sikertíjunk van a projektből. Szóval gyakorlatilag azt szolgáltatjuk, hogy megtudhatod, hogy mennyibe kerül a hatalmas rendszer a házadra. Mennyi a besugárzást kiszámoljuk a TVGIS alapján, az Európában besugárzást tekintve. Csomó olyan dolgot megcsinálunk, amit hát te kérsz egy árajatot, egy kivitelezőtől, ezt nem tudod. Akkor még kivitelezőt nem ajánlunk. De ajánlunk. Azt is ajánlunk. Sok kell venni lakásban? Házadó, szombatban. Nem, amúgy feltöltöm is vehetsz, ott is működik különben. Ilyen kvalós megoldással gondolkodtak egyébként? Vagy ennek van értelme egyáltalán? Nem, igazából nincs. Hát annyi, ugye ez a Google-nek is nagyon nagy pénz. A sárkányok adakat hogy felnítse az egészet. Igazából, ahol van ennek az egész rendszernek értelme, az kicsit inkább Ausztria, ahol már 20-as felbontás a minimum, nem 19-es, Nyugat-Európában. Itt, de ugye nekünk több innen csináltunk. Van hőszű, ugye kazáncserére, hőszigetelés optimalizálás, minden dolgon az. Ez egy ilyen komplett portfólió, ott nem kell rajzolgatni, nem lehet ezt elrontani. De ez így alkotsz, egy energetikai tanácsadó bot, aminek a napelem az egy része.